Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünknek kezdetén hallgassátok meg Istennek hozzánk szóló igéit, amelyet olvasok nektek az apostolok cselekedeteiről írott könyv első részének a 3.-tól 8. terjedő verseiből eképpen. Jézus szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta nekik, hogy ő él, amikor 40 napon át megjelent előttük, és beszélt az Isten országának dolgairól. Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik: ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atyának ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: Uram, nem ebben az időben állított helyre Izrael országát? Ő így válaszolt nekik: nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyet az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor majd eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálembe, egész Judeába, Samáriába, sőt a föld végső határáig. Amen. Az Úr áldja meg kedves testvéreim, az ő igéjének az olvasását, megtartását, szívünk befogadását. Istennek a lelke cselekedje meg, hogy az ő igéje bennünk gyümölcsöt teremjen, 30, 60 vagy akár 100 annyit. Most hajtsuk meg együtt a fejünket, és együtt imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, drága mindenható Istenünk. Köszönjük a te kegyelmedet, amit ezen a héten is reánk árasztottál. Köszönjük a szeretetet, amelyet embertársainkon, szeretteinken keresztül, életünk helyzetein keresztül megtapasztaltuk. Köszönjük, hogy szeretteinken keresztül, élethelyzetünk javulásán át is látjuk a te szerető, oltalmazó, végtelen kegyelmedet. Urunk, hadd köszönjük meg neked, hogy megtartottál bennünket ezen a héten is. Köszönjük, hogy megtartottad életünket, megtartottad szeretteinknek életét. Áldunk és magasztalunk téged, hogy bennünket szerető, a mi életünkre vigyázó Istenünk vagy. Urunk, ma is jövünk hozzád, mert éhesek vagyunk. Szeretnénk lélekben táplálkozni, tőled hitet nyerni, reménységet kapni, lelki erőt, szeretetet, reménységet. Urunk, kérünk most téged, hogy a te igéd által szólíts meg bennünket, és hogy segíts, hogy a te igéd a lélek által igazi táplálék legyen a mi számunkra. Urunk, hozzuk eléd ezen a mai vasárnapon is lelkünknek, életünknek bűneit. Hozzuk az elrontott szavainkat, tetteinket, gondolatainkat, mulasztásainkat, és könyörgünk hozzád, drága Istenünk, Jézus Krisztusnak golgotai áldozatáért. Bocsásd meg a mi vétkeinket, vesd hátunk mögé minden bűnünket. Urunk, imádkozunk a Szentlélekért, amely itt van jelen a világba, és amely munkálkodik közöttünk és bennünk, hogy a Szentlélek által szólaljon meg az ige. Légy az ige szólójával, hogy a lélek által szólja igédet, és légy velünk, akik hallgatjuk az igét, hogy a Szentlélek által a te igédnek befogadói, megtartói, és a mi hétköznapjainkba az ige szerint élő, az ige szerint cselekvő emberek tudjunk lenni. Drága Atyánk, az Úr Jézusért, hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg bizonyság tételemnek az alap igéit, amelyet olvasok nektek a már előbb felolvasott ige részünkből, az apostolok cselekedeteiről írott könyv első részének
a 4.-től 8. terjedő verseiből eképpen. Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik: ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára szent lélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt volt velük, megkérdezték tőle: Uram, nem ebben az időben állított helyre Izrael országát? Így válaszolt nekik: nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyet az Atya maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálembe, Júdeába, Samáriába, sőt a föld végső határáig. Amen. Kedves testvérek, húsvét óta, az Úr Jézus feltámadása óta azok a történetek kerültek elénk vasárnapról vasárnapra, amikor az Úr Jézus megjelent az ő szeretett tanítványainak, bátorította őket, vigasztalta őket, célt, reménységet, küldetést adott az életüknek. Így került elénk az elmúlt hetekben az a drága történet, amikor még húsvét estéjén az Úr Jézus a zárt ajtók mögött ülő tanítványok előtt megjelent, bátorította őket, békességet, szeretetet, reménységet csepegtetett szívükbe. Majd később, 8 napra rá megjelent Tamás miatt a tanítványok előtt. Szintén zárt ajtók mögött voltak, és szólította Tamás: gyere, nézd meg az én sebeimet. Aztán elén került az a drága történet, amikor Jézus megjelenik a Genezáreti tó partján, segíti a tanítványokat, általuk, az Úr Jézus Krisztus szava által, hogy menjetek, és dobjátok ki a hálót a hajónak a jobb oldalán, és majd találtok halakat, szót fogadva a tanítványok. Nagy csodát élnek át, rengeteg halat fognak. Majd az elmúlt vasárnapon elén került az a drága történet, amikor az Úr Jézus szólítja Simon Pétert, és a Genezereti tó partján beszélget vele, küldetést, célt ad az életének, hogy menjél, és ha szeretsz engem, akkor legeltesd az én juhaimat, őrizd az enyémeket, és kövess engem, te csak kövess engem. És ez a mai történet, drága testvérek, az Úr Jézus mennybe menetele előtt történt közvetlenül, amikor utoljára van együtt az Úr Jézus az ő szeretett tanítványaival. És olyan szép olvasni ebből az igéből, hogy még itt is tanítja őket, bátorítja őket, és küldetést ad nekik. Azt mondja az ige, az Úr Jézus összehívja őket egy helyre, és így szól hozzájuk: ne távozzatok el Jeruzsálemből, amíg el nem jön hozzátok az, amelyről keresztelő János ugye így szólt: én vízzel keresztellek, de majd az Úr Jézus, aki utánam jön, szent lélekkel és tűzzel keresztel meg benneteket. Drága testvérek, olyan csodálatos, hogy az Úr Jézus előre vetíti, megmondja a jövőt az ő kedves tanítványainak, hogy nem sokkal később, és valóban áldozó csütörtök után 10 nappal, Jézus mennybe menetele után 10 nappal kitöltetik a szent lélek a tanítványukra, akik Jeruzsálemben vannak egy házban, és a tanítványokból apostolok lesznek. És valóban Jeruzsálem, amely az Ószövetség népének a szent városa, az Új Szövetség népének a bölcsője lesz. Hiszen innen indul el a kereszténység az egész világba. Hiszen tudjuk az történetből, hogy pünköskor, amikor kiárad a Szentlélek a tanítványokra, és őket apostolokká avatja, kimennek Jeruzsálem főterére, és Péter apostol elmondja az evangéliumot, jó hírét, hogy Jézus által van az üdvösség, és azon a pünkösdi alkalmon 3000 ember tér meg.
És ebből a 3000 lélekből alakul meg Jeruzsálembe az első keresztény gyülekezet. Az Úr Jézus előre megmondja a jövőt, hogy Jeruzsálemből indul majd el az evangélium jó hírének drága üzenete terjesztése. Eljön majd a Szentlélek, János ugyan vízzel keresztelt, olyan szép, hogy az Úr Jézus a János által mondott üzenetet, igét, itt saját maga mondja el, hogy igen, valóban keresztelő János vízzel keresztelt, de én Szentlélekkel keresztellek meg benneteket. Kedves testvérek, amíg Jézus itt volt közöttünk, a Szentlélek egyedül benne munkálkodott. Ő volt, aki maga is Isten, a Szentléleknek birtokosa, ő a Szentlélek által, a léleknek erejével cselekedett, szólt, tanított, gyógyított, támasztott fel halottakat. És milyen nagy kegyelem, amit Jézus itt mond, hogy amikor ő elmegy a mennyek országába, akkor kitöltetik minden lélekre a Szentlélek. És rátok is, mondja a kedves tanítványainak, és akkor kezdjétek el a szolgálatot, amikor a Szent Lelket megkaptátok. Drága testvérek, ma hogy kaphatjuk meg a Szent Lelket? Hogy lehetünk mi 2020-ban a Szent Léleknek a birtokosai? A Szent Lélek az ember megtérésekor adatik. Amikor odafordul az Istenhez, amikor megvallja a bűneit, amikor elismeri őt megváltójának, üdvözítőjének, akkor a Szentlélek elkezd az ő életébe, lelkébe munkálkodni. És a Szentlélek milyenné teszi a benne hívő embert? Vigasztaló a Szentlélek, bátorító, erőt adó, amit itt Jézus is mond. Ugye mondja a 2 Timóteus 1.7-be, hogy nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet, a józanságnak a lelkét. Aki a Szentléleknek birtokosa, abban ott van a mérhetetlen, végtelen, Istentől jövő lelki erő, ott van benne a szeretet, és ott van benne a józanság is. Megfontolt életű ember, és elkezdi teremni a léleknek a gyümölcseit, amelyről pedig Pál apostol a Galata 5.22-be beszél, hogy az, aki a Szentlélektől átitattatik, az az ember elkezd a türelem, a szeretet, a jóság, a szívesség, a kedvességnek embere lenni. Elkezdi a léleknek gyümölcseit teremni. És az Úr Jézus ezt a csodálatos öröm üzenetet mondja itt el a tanítványainak mennybe menetele előtt, hogy Jeruzsálemből jön majd, indul el az evangélium, és meg fogjátok kapni a Szent Lelket. Drága testvérek, ez mindannyiunk számára egy nagyon nagy bátorítás és csodálatos üzenet, hogy te is és én is mindannyian lehetünk a Szent Léleknek birtokosai, hogy bennünk is munkálkodhat a Szent Lélek. Csak mi is legyünk Istenben hívő, az Úr Jézust megváltónak, üdvözítőnknek valló emberek. Csak térjünk meg mindannyian az Úrhoz. Én azt gondolom, hogy ma olyan időket élünk, hogy mindennél fontosabb, hogy mi az Istenhez forduljunk, hogy belőle nyerjünk erőt, támaszt, segítséget, reménységet, szeretetet. És olyan nagy ajándék, hogy odafordulunk az Istenhez, megtérünk hozzá, és megkapjuk a Szentléleknek az ajándékát, ezt a csodálatos, szeretetteljes, jóságos, józanságra, megfontoltságra tanító, Istentől jövő lelket. Olyan szép, amit Jézus itt mond a drága tanítványainak, hogy meg fogjátok kapni a Szentléleknek ajándékát. És azt mondja az ige, hogy mindezek után a tanítványok kérdeznek Jézustól, és amit kérdeznek, az ugye arra enged következtetni, hogy nem igazán értik Jézusnak a szavait. Mert hogy azt kérdezik meg ott és akkor mennybe menetele előtt a tanítványok, hogy Uram, nem most fogod visszaállítani, helyreállítani az Izrael országát.
Drága testvérek, ugye tudjuk, hogy az ottani zsidóknak a reménysége volt, hogy a messiás majd helyre állítja Izrael országát, hogy egy végtelen, erős, hatalmas ország lesz majd olyan nagy gazdagsággal, mint Salamon király idejébe. Az Úr Jézustól milyen megdöbbentő, hogy még itt is politikai erőt és hatalmat várnak. És az Úr Jézus pedig elmondja nekik nagyon szépen, hogy drága tanítványaim, hát nincs a hatalmukban az idő. Az idő egyedül az Isten, az Atya hatalmába van, hogy mikor mit cselekszik. De az Úr Jézus maga elmondta, hogy az ő országa, az ő királysága nem e világból való. És Jézus pont azért megy a mennybe, hogy elfoglalja az ő mennyei trónusát. Ugye tudjuk az igéből, ül az Atyának a jobbján, miután ő felmegy a mennybe. Ő pont az ő mennyei királyságába készül, és itt a földön ő mit tesz? Az Isten országát szeretné megvalósítani az emberi életekbe, szívekbe. Igen, tudjuk, és nagyon szépen mondja János evangélium a 4. részének a 22. verse. Jézus maga mondja, hogy az üdvösség valóban a zsidók közül támad. Ezt ő maga mondja el. De ugye ezt tudjuk, hogy ezt az üdvösséget és országot és az Isten országát ő az egész világra szeretné kiterjeszteni. Hogy mindenki, aki benne hisz, az már itt a földön lélekben az Isten országának lakója, és majd, ha elmegy a földi világból, akkor valóságosan is meglássa, megtapasztalja, hogy milyen az Isten országába élni, lakni. Illetve ott van a profécia, hogy az Úr Jézus visszajön majd. De mindezek az idők és ezek az alkalmak rejtve vannak előttünk. Ez mind az Atya hatalmába van, mondja itt Jézus a tanítványainak. Az ő országa, hogy az mikor valósul meg teljes mértékig itt a földön, és az, hogy ő mikor jön majd vissza, ezt egyedül az Atya tudja. És nem is ez a feladatunk, hogy mi az időket számoljuk. Hogy vajon mikor történik ez, meg olyan érdekes, hogy a világban olyan sokszor szerették volna ezt kiszámolni, hogy mikor lesz majd az Úr Jézusnak a visszajövetele, mikor lesz majd a világnak a vége. Számos teória látott napvilágot az elmúlt években, évtizedekben is. De itt mondja el Jézus, hogy ez az Atya hatalmában van, és hogy ne ezen gondolkozzatok, hanem mit mond? Azt mondja, ellenben kaptok erőt, amikor a Szentlélek eljön reátok, és azt mondja Jézus, lesztek nekem tanúim Jeruzsálemben, Galileába, Júdeába, Samáriába, ugye az a zsidók által pogánynak tartott vidék, és a földnek végső határáig. Mit mond Jézus? Hogy ne az időkön, az alkalmakon gondolkozzatok, hogy mikor jön el az Isten országa, mikor jövök vissza hozzátok, hanem azt a szolgálatot, feladatot, amit rátok bízok, és amelyhez én megadom nektek az erőt. És itt kimondottan az Úr Jézus a Szentlélek erőt adó voltáról beszél, hogy megkapjátok az Istentől jövő erőt, és ezzel az erővel menjetek, legyetek tanúim. És itt mondja el Jézus, hogy nem csak Jeruzsálembe, igen, ott is, és igen, Galileába, Júdeába is, de már Samáriában is, a pogány vidéken, és a földnek végső határáig. Az Úr Jézus a maga drága kegyelmét, bűnbocsátó kegyelmét, az üdvösséget itt terjeszti ki az egész teremtett világra. És nem kevesebbel bízza meg az ő tanítványait, akik a Szentlélek által apostolokká lesznek, hogy menjenek el szélese világba, és hirdessék az evangélium jó hírét, hogy minél többen megtérjenek, és minél többen az Isten országának lakói legyenek, és hogy mindannyiunknak legyen örök élete és üdvössége. Erre bízza meg Jézus tanítványait, és hadd mondjam nektek, hogy ma is nem kevesebben
Ugyan ezzel bíz meg bennünket is az Úr. A Szentlélek az első pünkösd óta itt van közöttünk a világba, kiterjedt, kiáradt. Itt van közöttünk, és megtérés által bennünk is lakozhat. Forduljunk oda az Úrhoz, térjünk hozzá, kapjuk meg a Szentlélek ajándékát, és ezzel a drága isteni erővel menjünk, és legyünk tanuk. Nagyon fontos, hogy hiteles tanuk legyünk. Krisztus által átitatott tanuk. Milyen a krisztusi ember? Hittel teli, szeretetteljes, kedves, jóságos. Ezzel a lélekkel menjünk, és így hirdessük az evangéliumot mindenkinek, és én hadd mondjam nektek a saját életem személyes tapasztalata, hogy a krisztusi lélekkel, szent lélekkel átitatott tanúságtételt az Úr megáldja, hogy igen, eljut a másik lelkéhez, szívéhez az üzenet, és olyan jó tapasztalni, hogy a tanúságtételnek szavaira mások elindulnak az Isten útjára, ők is megtérnek, és az Úr gyermekei lesznek. És az a cél, hogy mindannyian itt a földi világban Jézus szerető, követő, szeretetben, békességben, örömben élő emberek legyünk, és ha majd el kell innen mennünk, ott is az Úrral legyen találkozásunk, hogy meglássuk őt az Atyának a jobbján, hogy együtt legyünk vele a mennyek országába. Olyan szép a küldetésünk, és bátorítalak benneteket, hogy végezzük ezt a drága küldetést szeretteink között, családunk között, rokonságunk, barátaink között, gyülekezeteinkbe, városunkba, falunkba, ahol élünk. Legyünk tanúk, hirdessük az evangéliumot, hogy minden lélek megtérjen az Úrhoz, minden léleknek Krisztusra van szüksége, hogy mindannyian az ő drága gyermekei legyünk, és együtt neki zenghessünk a mennyek országába hallelúját. Olyan szépen mondja egy énekünk, egy református énekünk, a 397. dicséretünk, hogy ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed, mondd a világnak, hajnalod közel, mert nem hagyasz ki népeket teremtett, senkit sem éjbe és bűnbe veszni el. Te légy örömmondó, békekövet, hirdest a szabadító elközelgetett. Mondd minden népnek elveszett juháért, mit tett a pásztor, csuda szerelem. Földig hajolt-e kárhozat világért, és meghalt alant, hogy te élhess odafenn. Légy örömmondó, békekövet, hirdest, a szabadító elközelgetett, mert ő visszajön, Sion előbb, mint véled, és felfedi titkát minden szív előtt. Egy lélekért se érjen vádja téged, hogy te miattad nem látta meg őt. Te légy örömmondó, békekövet, hirdest, a szabadító elközelgetett. Amen. Hajtsuk meg most együtt a fejünket, és együtt imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, drága Urunk Jézusunk, hogy mindannyiunk számára megígérted és be is teljesítetted, hogy az első pünkösdön eljött reánk a Szentlélek, és hogy igen, a tanítványokból bátor tanúságtevők, apostolok lettek. Igaz az ige, amely itt van az apostolok cselekedeteiben, hogy Jeruzsálem lesz a kereszténységünknek a bölcsője, hogy onnan indul el az evangéliumnak jó híre, hogy igaz az ige, hogy az üdvösség a zsidók közül támad, de milyen kegyelem, hogy ez mindenkinek szól. Nem csak a Jeruzsálembe élőknek, a Galileába, Samáriákba élőknek, hanem a föld végső határáig. Minden teremtett lélekért jöttél, drága Jézusunk, mindannyiunkért meghaltál a Golgotai kereszten, és mindannyiunkat szeretnél üdvözíteni, az Isten országába juttatni már itt a földi életünkbe,
a megtérés által lehetünk, lakhatunk a te országodba, és odaát veled lehetünk a mennybe, és neked zenghetünk hallelujját. Drága Urunk, kérünk téged, segíts, hogy venni tudjuk mi is a Szent Lelket. Jutass el bennünket a megtérésre. Kérünk, drága Urunk, segíts meglátni, hogy nem élhetünk nélküled, hogy rád van egyedül szükségünk, a legnagyobb szükségünk a világba. Urunk, látjuk a világot, és látjuk azt a bizonytalanságot, amit most tapasztalunk meg igazán, hogy mennyire gyenge, mennyire törékeny emberek vagyunk, hogy mennyire nem vagyunk urai semminek, sem a betegségnek, sem az időnek, sem a mi életünknek, hogy teljesen a te kezedben vagyunk. Urunk, hadd térjünk oda hozzád, hadd boruljunk le lélekbe előtted, megvalva neked a te végtelen nagyságodat, kegyelmedet, megvalva a mi bűneinket, és kérve, imádkozva, hogy az Úr Jézusért bocsáss meg nekünk, add, hogy hozzád térjünk, téged szerető, benned bízó emberek legyünk, és köszönjük az ajándékot, hogy minden hozzád térőnek megadod a Szentléleknek ajándékát, hogy a Szentlélek lakozik bennünk, és a Szentlélek által lehetünk mi erős, szeretetteljes, józan emberek, és köszönjük neked, hogy teremni tudjuk gazdagon a léleknek a gyümölcseit. Urunk, segíts, hogy Szentlélektől átitatott emberek legyünk, akik nem a jövőnek az időit, hogy most hogyan lesz, mikor állított helyre a te országodat, mikor jössz vissza, akik nem ezen gondolkoznak, hanem itt és most a tanúságot tesznek, amivel bennünket megbíztál, azt tesszük. Urunk, segíts, hogy hiteles, jó tanúságtevőid legyünk a világba, hadd legyünk jó tanúságtevők a családunkba, a rokonságunkba, a közösségeinkbe, városunkba, falunkba, ahol élünk. Urunk, segíts, hogy általunk mások közelebb kerüljenek hozzád, és megtérjenek. Urunk, imádkozunk a betegekért, így imádkozunk városunknak időseiért, betegeiért, az idős otthonokba és a Roma kórházba lévő betegekért könyörgünk. Urunk, kérünk téged, légy a betegágyak mellett, és segíts, hogy meggyógyuljanak a betegek. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy ez a járvány minél előbb megszűnjön. És segíts, hogy akik meg is fertőződnek, segíts, hogy meggyógyuljanak. Kérünk, adj nekünk szabadulást ebből a nehéz helyzetbe, amiből belekerültünk. Urunk, imádkozunk szeretett anyaszentegyházunkért, testvér felekezeteinkért. Segíts, hogy a magunk helyén minden gyülekezet, felekezet a te jó bizonyságtevő tudjon lenni, hogy naponta szaporodjon néped az üdvözülőkkel. Urunk, imádkozunk magyarságunkért, határainkon innen is túlélő magyar véreinkért. Urunk, kérünk a te óvó védelmező kezedet, tarts a magyarságunkon, és segíts, hogy mindannyian hiteles bizonyságtevőid legyünk, Szentlélektől átitatott emberek. Drága Atyánk, a Jézus Krisztusért, hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Most imádkozzuk el fennhangon a Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek! Végezetül nagy szeretettel köszönöm meg minden kedves testvéremnek, akik az elmúlt héten is adományokat juttattak el gyülekezetünknek, fenntartói járulék, a persei adomány vagy céladomány formájában. Hálás szívvel köszönjük nekik, hogy segítik a mi gyülekezetünknek életben maradását.
Pál apostol mondja nekünk, a jókedvű, jószívű adakozót szereti és megáldja az Isten. Amen. Kedves testvérek, végezetül fogadjátok tőlem az Istennek áldását. Az Úr Jézus Krisztusnak a kegyelme, Istennek a mi atyánknak a szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Az Úr Jézus ma nekünk is mondja, ellenben erőt kaptok, amikor leszáll rátok a Szentlélek, és lesztek nekem tanúim Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, sőt a Föld végső határáig. Amen. Áldás, békesség!